Szülőfalujának, Martonosnak a természeti szépségei késztették arra, hogy mindazt a csodát, ami a szeme elé tárul, megörökítse és másokkal is megossza. Radomir Perinrása 45 év alatt szinte az egész világot bejárta, fotózott Afrikában, Kanadában, Kazahsztánban, és azt mondja, hogy a körülöttük lévő növény és állatvilág éppen olyan színes és érdekes, mint más, egzotikus tájak élővilága. A Magyar Kanizsai Dobótihamér képtárban most legszebb fotóit tekinthetjük meg. Magamat mindig kényszerítem, és még nyomom abba, hogy a fotók olyan legyenek, hogy lássák az emberek, mikor nézik azt a fotót, hogy nem olyan fotó, mint aki mindenki megbírja csinálni. Ezek a fotók olyanok, hogy ehhez sok idő kell, sok fotót csinálni abból, azt néha pár ezret is, hogy jó legyen egy fotó. Sokat ki kell menni, járni, néha pár év is kell, hogy kint járni, hogy a fotó olyan legyen, ahogy én akarom. De én érzem a nézőket, akik jönnek, mit szeretnek, mi az, aki őket zavarja, hogy ez a fotó így nézzen ki, ahogy én akarom, még hogy ő akarják. Néha pár órát is elpazarónak, ha úgy bírom mondani ezt a szót, hogy elpazarónak, hogy nézik a fotót. Ebben a fotóban az előnye abban van, hogy ez a formátus 70x94 centis. Most az ember, mikor elébe áll, néha 10-15-20 percig is nem megy tőle. Közelem megy, elmegy balról, jobbról, belenéz jobban. Úgyhogy a minőségnek, a fotónak, ha nem elég, hogy nekem az tetszik. Nekem mindegyik fotó tetszik, de nekem nagyon fontos, hogy a nézőnek, hogy megérzi, hogy mikor ránéz, hogy ő érezze, hogy pont ő is kint van a természetben, ahogy én mikor voltam, mikor csináltam. Radomir igyekszik a természet részévé válni, hogy az állatokat ne feszélyezze a fényképezés során. Martonos környékén már ismerik az állatok. Ez a martonosi rész, a Tisza rész, hogy valami, amit a legszebben szeretek velük játszani meg. Volt olyan egy bakom is, aki belevárt olyan 10-15-20 méterre is, várt akkor pózolt, hogy ahogy én akartam, úgy csinálta magát, hogy brutális, milyen jó fotókat lehetett csinálni vele. A Magyar Kanizsai Tárlaton is láthatóak fotók a világ más tájairól is. Ki voltam Afrikába is, Kanadába is, Kazahsztánba is, jó párszor, úgyhogy onnan is hoztam képeket, de szoktam csak egy-egy képből mindet adni, hogy lássák, hogy hol voltam, de nekem nem volt az az elény, hogy mutassam a más külföldeket. Mert az emberek nem tudják, hogy mi van körülöttünk. Csak ki kell egy kicsit menni a természetbe, akkor én tudom, hogy az nem olyan könnyű, de ha az ember egy kicsit gondolkszik, ha egy kicsit kavarja az eszét, hogy mi van ottan az a valami, mit ha ottan susogna, menne, nincs idejük, elment a telefonok, amit elhúzták az agyukat, mert sokan, akik jönnek, mindenki nézik rá, hogy jaj, ez a fotó, de milyen szép. Ja, hol volt ez? Hát mondom, itt a környékben. Ez? Nem, biztos nem. Hát mondom, kérlek szépen, hát ugye, de maguk nézik a tévén a... Ne is mondja, hogy melyik a... Azt mondja, igen, igen, nézem. Hát lássa, azért nem is tudjátok, mi van környékben közül. De nem is kell nagyon sokat kimenni. Elég egy kilométerre is, csak annyi se. Mert a vadak is elég hozzá húzóckodtak a városok alá, a tanya alá, úgyhogy nem olyan nehéz hozzájuk jutni. Radomir egy könyvet is kiadott, amelyben 700 fotó látható, köztük nagyon sok községünkben készült fénykép. Még nagyon sok terve van, sokat szeretne fényképezni. Minden állatban, ha van is, mindig várod a jobbat. Úgyhogy vannak biztos, hogy komoly még sok képből, amit mikor mégis vannak csinálva, akkor kényszerítem magamat, hogy még jobbat, úgyhogy valami most nagyon
jégmadárból akarnak csinálni, de hogy meglegyenek most a naplementék, az nagyon nehéz fotók. Sok van belőle, de a vad, hogy benne legyen a naplementébe, azok nagyon komoly felvételek. Na most arra megyek rá, hogy avval játszak, hogy oda húzzam a vadat is, ott legyen, ahogy én akarom, azt úgy csinálom vele, ahogy én akarom, hogy a lencséni ott is legyen. Radomir Périn Rása természetfotó kiállítása január 26-áig látható a Dobótiha Mérképtárban.